1990 óta március 15-e hivatalosan is a magyar sajtó napja. 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a nemzeti dalt. 1848. március 15-én hirdették ki a polgári sajtószabadságot, majd április 11-én törvénybe foglalták. Tatán ebből az alkalomból minden évben köszöntik a média képviselőit. Valamikor jó sok évvel ezelőtt, most már ilyet is mondhatunk, a helyi médiának az egyik képviselője rosszallását fejezte ki a kiadványába, hogy hát micsoda dolog az, hogy a szabad sajtó napja március 15-e, és hát a politikusok észre se veszik a sajtó munkatársait, és én akkor valóban elszégyeltem magam, és azt mondtam, hogy köszönöm a jelzést, a figyelmeztetést. Azóta minden esztendőben március 15-ét megelőző valamelyik napon ebédre hívom meg a megyei és főleg a városi média képviselőit. Szeretnénk ezzel a kis szerény gesztussal megköszönni nekik azt az egész éves munkát, amiben igyekezetük szerint a lehető leghitelesebben, legjobban tudósítanak mindig arról, hogy mi történik a városunkban, hogy fejlődik a város, milyen gondok vannak, milyen kérdések vannak, milyen örömeink vannak, milyen bánataink vannak, és én ezt szeretném nekik megköszönni most ezúton is, mindenkinek, azoknak is, akik nem tudtak ma eljönni, vagy csak érintőlegesen vannak benne ebbe a történetbe. De valóban azt gondolom, hogy a tataiak jól vannak ellátva médiával, hiszen van egy megyei nagyszerű rádió, van egy kiváló tatai televízió, vannak nyomtatott sajtótermékeink, nem csak a megyei lap a 24 óra, hanem mellette a tatai városkapu újságunk, és nagy öröm az, hogy néhány évvel ezelőtt elindított tatai patrióta is egyre népszerűbb, egyre magasabb színvonalú maga a kiadványunk is, és mellette megjelent két kis testvére is ennek a tatai patriótának, hiszen készítünk minden esztendőben, most már a harmadik alkalommal készülhetett el az az angol nyelvű kiadvány, amelyet évente egyszer készítünk, és amiben összefoglaljuk angolul, hogy mi történt az előző évben Tatán. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy abban lehetünk, hogy a tataiak minden információhoz hozzájuthatnak. Nagy köszönet a Facebook oldalunk szervezőinek és készítőinek, a honlapunk szerkesztőinek, hiszen a honlapunkon amilyen gyorsan csak lehet, azonnal fönt vannak a legfrissebb hírek, a legjobb örömhírek, meg a szomorú történetek is, amint vagy én, vagy a munkatársaim megtudják, hogy mi történt, azonnal igyekszünk a lehető leggyorsabban tudósítani minden kedves tatait, meg azokat is, akik kívülről néznek minket. Isten éltesse a sajtó munkatársait!